Láttatok már ekkora buzifákat? Mindenkitől elnézést. Kérjen elnézést a faszom. Szóval, megragadok mostanában minden egyes alkalmat, meg ilyen filmnek az elejét, hogy kicsit reklámozzam, promotáljam kettő rendezvényünket. Az egyik ugye a Bánki Majális. Hát, aki már járt Bánkon és a Majálison, az pontosan tudja, hogy milyen egy ilyen Majális. De most csak amiatt, tehát én máskor ezt nem reklámoztam. Különös figyelmet nem szenteltem neki. Csak ugye mi mindig ott voltunk a színpadon, hangosítottuk a rendezvényt. Ennyi volt a dolgunk. De most egy picit megváltozik a helyzet. Elvileg én két helyszínen leszek, Levente pedig ugye szokás szerint a színpadon. Basszus, nem is ezzel akartam kezdeni. No, ezt utána elmondom. Na, kezdődik a csapongás. Szóval, benne lesz a Bánki Majálisnak a pontjaiba, tehát a rendezvény pontjaiba, ugye, hogy mi Istvánnal és a munkatársaival nyílt napot tartunk a Bánki Barlangnál, ugye az apnatalpra bárki lelátogathat, hogyha kedve van, akkor részt vehet a munkálatokban. Innentől kezdve szinte minden hétvégén várunk oda szeretettel ki mindenkit a Bánki Barlanghoz, akár látogatóként, akár munkatársként, önkéntes munka, szálláshely biztosítva van, csak megmondom, mit kell hoznod magaddal, ha így benne vagy az ilyen bivakolásokban, matracot vagy hálózsákot, mert lassan már alkalmas lesz az idő a kívülalvásra, illetve ugye azért lehet ott tüzet rakni, és mit tudom, hozol magaddal a szalonnát, kolbászt, akkor annyian elkezdünk ott sütögetni, és a többi. Ezt nem tudom megígérni, hogy mindenkit vendégül látunk, mert eleve hiába vagyok én minden hétvégén ott, azért éjszakára hazajövök. Na mindegy. Szóval ennyi, hogy ugye lesz a Bánki Majális, és erről annyit kell tudni, hogy mint minden évben nagyon sok üstben fog készülni a különböző családok által elkészített babgulyás, ami szó szerint fillérekbe kerül, jelképes összegért lehet belőle vásárolni. Én most nem akarok, csak hasonlítok a hasamra, ilyen 3-400 forintokra emlékszem, és cserébe még ezért a pénzért még kapsz egy tombolát is, amit viszont még külön is lehet vásárolni. És a nyeremények azok általában fantasztikusak szoktak lenni. Hát ugye a helyi vállalkozóknak a felajánlásai, pizzéria, pizzát lehet nyerni, a Tó Wellness Hotelbe belépőt, masszázs, Bánki Pálinka háznak a termékeit. Én nem tudom, kik vannak még, szálláshelyet talán. Na, erről ennyit. Tehát egy jó kis móka a Bánki Majális, is bízunk benne, hogy baromi jó idő lesz, mint eddig minden évben, verőfényes napsütés, és ugye, ha valaki úgy tervez, hogy egy kellemes kis családi napot eltölt itt ebben a faluban nálunk, akkor ugye lejön hozzánk a sportpályára. Nem tudom, hogy fogom megoldani, hogy két helyszínen legyek. Elvileg a fiam mindent meg tud oldani már egyedül, hisz ő sokkal képzettebb hangtechnika terén, mint én. Úgyhogy elképzelhető, hogy én ilyen ruhában leszek mind a két helyszínen. Tehát hol itt, hol ott. De a fiamat megtalálják a színpadnál, engem pedig Istvánnál. Valószínűleg én leszek a túra vezető, ami azt jelenti, hogy én viszlek le benneteket egyenként, vagy kettessével, ugye az aknatalpra, ahol Istvánnal lehet majd találkozni személyesen, és meglesni az aktív munkavégzést. A következő pedig, hát ez már a második rendezvény, tavaly végig kint voltam, aki emlékszik rá, az találkozott velem, most is végig kint leszek, végig filmezem az egészet. Már az első napon bevontak a szervezésbe, megpróbálom megmutatni. Ez egy matrica, és ne kérjetek matricát most már tőlem, mert majd megpróbálok szerezni a szervezőktől, mert ami eddig volt, nem tudom, 5 darab, azt már elkunyerálták. Holnap például jönnek ki a barlanghoz 2 darab matricáért. Tehát így nézünk ki. Azt mondja, a második Dagonya Extreme Offroad Fesztivál. Július 11-től 14-ig. Hát én tavaly is végig buliztam minden koncertet. Annyit kell tudni, hogy baromi olcsó lesz a belépő. Tavaly szóvá tették többször, ugye, hogy volt a kerozin report, készítettem az énekessel egy riportot, és ugye utána megkértek, hogy menjek fel és videózzam végig, vegyem filmre az egész koncertet, de ne így statikus kamerával, ugye, hogy egy helyben áll, hanem velük együtt mozogva, bulizva. És ugye pár kommentelő szóvá tette, hogy ugyan már, hát alig vannak kint a koncerten, ugye volt ott kb. 20-30 ember. Na most hát erről azt kell tudni, hogy ők nagyon korán kezdtek, 6-kor, mert minden nap 3 koncert volt, és utána éjféltől
talán valami retro diszkó. Azokra már azért nem emlékszem, mert addigra már elég rendesen kiütöttem magamat, mert ugye nekem éjszaka ott vigyázni kellett a piáspultra, tehát valamennyi alvásra szükségem volt. Szóval igen, azért voltak kevesen általában a kezdeti koncerteken, de ezen most javítottak. Mert, hogy mondjam, tehát ez alapvetően nem egy zenei rendezvény, nem a koncertre jöttek az emberek, hanem egy offroad fesztiválra, és mivel az offroad fesztivál 10 hektáron egyszerre vagy 5 rendezvényel ment, szét voltak szórodva az emberek, de az utolsó előtti napon, azt hiszem éjfél környékén már azért lehetett látni, hogy micsoda veretés megy, mert akkor már benne a piáspultban filmeztem, és ott lehetett látni, hogy micsoda tömeg volt kint. Szóval ez ne rémítsen el senkit, hogy ott 30 ember volt egy koncerten. Ezt most megelőzik annyival, hogy ilyen este 6 óraig kezdettel nem lesznek koncertek szerintem. De majd ezt a szervezők átbeszélik, és majd megkapok tőlük minden egyes részletes információt PDF-fájlban, és akkor mennyis többet tudok mondani, most egyelőre csak a dátum. Meg hogy tavaly is olcsó volt a belépő, figyelj, egy személyre egy egész napos belépő volt, ha jól tudom, 1000 forint, ez sokkal drágább most sem lesz, maximum ilyen 2000 forint, vagy 3000 forint. Én nem tudom, mit fognak majd megbeszélni, de majd elmondom. Na de akkor is érted, most sokkal szűkebb helyen lesznek, tehát ezt ők is megtanulták, hogy ekkora területen nem szabad szétszórni a rendezvényt, úgyhogy most per pillanat megy a terület kialakítása. Brutális helyszínek lesznek. Tehát én amikor megláttam az egyiket, mondom, 10 méterre függőleges fal, mivel Suzuki-val fognak ide följönni, vagy mit akartok? Na mindegy, ez az egyik. A másik az, hogy amennyi még kis változás lesz, az ugye tavaly, hogy ekkora területen kellett mozgolódni, ha valaki lent volt éppen akárhol is, megnézni a sarazást, vagy bárkit, bármit, valami ismerősét, eszébe jutott inni egy sört, akkor ugye vissza kellett menni 3 kilométert. Na most az van, hogy mivel eleve szűkebb helyen lesznek a rendezvények, tehát kisebb területre elhelyezve, ettől függetlenül a központi hely és a kisebb terület között folyamatos lesz az érsek vadkerti tátra, ő fogja szállítani az embereket. Innen is üdvözlöm a két srácot és az apukájukat. Na most a tátra az egy nagyon-nagyon hosszú 8-kerekes gépjármű, hatalmas fapadok lesznek rajta, úgyhogy lehet csörözgetni, hamburgerezgetni közben, és ez oda-vissza fog járkálni a helyszínek között non-stop, tehát ingyenes lesz. Már ez nagyon jó változás, mert ugye ez például a feleségemnek is okozott, hogy baromi nagyon nagy területeket kellett, de több kilométert kellett sétálni egy-egy, ha valamire kíváncsi volt. Na jó van. Ezeket a ritka gusztustalan fákat bedobálom. Végig akarjátok nézni? Nem hiszem. Akartok látni szenvedni, mi? Jaj, vidas folyátán. Na, de keményebb rész következik. Ennél jóval keményebb megpróbáltatásnak leszek kitéve. Azt a... Bazd meg! De buzi vagyok, hogy ilyeneket hozok haza. Pedig a sérvem miatt mondanám, hogy csak ilyen vékonykákat tudod, ami ott van. Ilyen 10-20 centiseket. Hát ez is majdnem annyi, picivel túlnő. Mit akartam mondani? Jövő héten egyedül leszek 4 napig. Nejem elutazik. Ismét ugye Zeneakadémia, Pécs. Úgyhogy még nem tudom, mi lesz. De igen, minden hétvégén, most szombaton már kint vagyok Istvánnal. Vannak önkéntesek, mások is, de mondom, bárkit szívesen látunk lent az aknatalpon, vagy lent a bányánál, és aki akar némi dolgot tanulni Istvántól, ezt lehet, hogy másképp kell bedobni. Neki futásból, bazd meg. Bazd meg! Megmozdítani se bírom. Ez milyen lesz majd? De egyébként tényleg azért nem szoktam ilyeneket hazahozni, ezt be se bírom rakni a kalodába, és utána még külön baltázzam, mert ez nem fér be a kazánba. De túl jó anyag, túl száraz. Nem fogom ott hagyni. Bá!
még... Tessék! Tessék, tessék, tessék! Van még, azt mondja, 5 darab. Aztán ezt a részét befejezem. Na, ez kicsivel könnyebb. Szét, de törjem a seprűt oda bent. Na, ez már vége. Úgy értem, a kis vékony vége. Hát, ha ez nyers lenne, mint amit télen szoktunk az erdészetnél dobálni fel a teherautókra, akkor azt mondom, hogy összefosnám magam itt a helyszínen. De ugye, valamennyire már ki van. Bazd meg, és ketté törtem a seprűnyelet. Ááááá! Jó fa seprűnyél! Most már takarod egy. Törjél 3 fele akkor. Egyébként még fűtünk, de már csak ilyen alapjáraton. Úgy értem, ilyen 40 fokon megy, mert ha meg befűtök 60 fokra, vagy fölé véletlenül, valamelyik nap fölment 90 fokra a kazán, véletlenül. Tök nagyon-nagyon száraz fa volt bent, és hát este ki kellett nyitni az összes ablakot. Nem bírtunk elaludni, olyan meleg volt. De hát ilyen alapfokon azért megy még a fűtés, mert most is mennyi van? 8-10 fok, ilyen párás, nagyon hűvös, szeles idő várható. Illetve hagyjuk. Foltettem a matricát, itt van a matrica, jó van, beviszem. Na, sokkal érdekesebb dolgot fogok mutatni. Hú, de buzi helyre raktam ezt a kamerát. Basszus, nem tudom, mi lesz ebből. Benne. Ez például látszódik itt? Hát így fog látszódni, ha fölemelem néz. Basszus, ezzel súlyzózni, így milyen jó lenne. Súlyzózzam a faszom kint, eleget súlyzózok az erdőn. Na még egyszer, ezt Miskolcról kaptam ajándékba, hogy nézőmtől. Köszönöm szépen, nagy hasznát veszük. Akár a hétköznapok folyamán, hisz vinni fogom magammal ki az erdőre. Többet nem veszek ilyen 2 literes szódát. Minek vegyek, ha Olaszországból kapott ajándékba, literes korsomban, 25 literes szódás barlangból csapolhatok, és mi van ráírva? Az van ráírva, hogy Guga. Ezt Olaszországból kaptam ajándékba, úgyhogy... Ja, aki hozta a ballon, mondta, hogy rázzam fel, mert hogy gyenge. Nem gyenge, el volt zárva. És még úgy is jött belőle, de így viszont, figyelj, úgy se látszódik, mi? Hát akkor meg mit görcsöljek itt, de... Várjál. Aztán majd állíthatom be újra. Na ezt nevezem én szódának. Hát most egy litert nem fogok behúzni. Na. Arra is viszem az útból. Mit fogok játszani? Jaj, de finom volt. Meg már belőttem a képet, hogy valahol itt leszek benne. Így, és akkor nem lehet majd látni, hogy mit csinálok. Lehet, hogy ezt a halasztom optikás kamerát kéne használnom, amit adjuk azt a másikat. Meggondoltam rajta, hogy fogom, fölrakom a kamerát oda föl a sarokba, és akkor az belátja az egész konyhát. De jó lesz ez így, jó? Nem? De? Na most, majd az időben szólok, hogyha az érzékenyebb lelkű nézőimnek el kell fordulnia, vagy éppen ki kell, hogy kapcsolja a kamerát. Várjál, mennyi az idő? Jól van. Benzsugom a autóma haza. Úgyhogy addig a kész kell egy ebéd. Jó. Kis zsíradék. Ennyi bőven elég lesz hozzá. Hú, mi is volt? Tegnap előtt. Most így hirtelen összefolynak a napok, úgyhogy azt sem tudom, milyen napom van, ma van. Basszus, milyen napom ma péntek? Ja, ezt figyeld! Hoztam én nektek fényt. Ha kevés lenne a fény, van fény. Ennyi.
Lehet, egy picivel magasabbra még? Így? Igen. Így. Majd mutogatom, hogy mit rakok bele. Egyébként véletlenül megbalotválkoztam az előbb közben. Miért ne alapon? Nem? Na és akkor mivel fogunk kezdeni? Eddig még nem lesz furcsa. Azt mondja, hogy ez eddig még teljesen természetes dolgok, mint például apróra vágott hagyma. Ja, hogy nem találtam krémet, mert krémezni szoktam az arcon, úgyhogy hintőporos. Benjo ellopta a krémet, elvitte. Elvitte magával a suliból. Csak megvárom, mi is hercegni fog. Addig bekészítem ide a fedőt, és aztán egyre őrültebb dolgok fognak következni. Na, gondoltam, hogy a Dagonya Fesztivál maticát fölteszem ide, de ha ez megtörténne, valószínűleg a nejen álmomban elvágna a nyakamat. Hoztam magam a papírzsapit? Hoztam, mert az is az van, megnézem, mert láttam, amire elvágtam itt az orromat a pengével. Úgyhogy... vérzes lett. Megnézzük, hogy mekkora különbség fénnyel, és mert engem mondjuk egy kicsit irritál a fény. Indirekt fényt kéne csinálni, ugye, hogy fölfele világítson, és onnan verődjön vissza. De jó, bár, megkegyelme ezek nektek. Jaj, basszus, só. Még elfelejtem, látod, milyen só, látod? Ez olyan só, kérlek szépen, hogy kell hozzá ilyen. Na ilyen. Mozsárba szoktam összenyomni. És itt van minden hozzávaló, remek. Egészségetekre! Kurva jó ez a szóda. Ugye akitől kaptam ajándékba, ő morfondírozott rajta egy kicsikét, hogy ennek kapcsán lefesti rózsaszínre a szódásballon. Aztán most jutott eszembe, amikor közben én elkezdtem itt letárgyalni, hogy nekünk legyen szódásballonunk állandóan, hogyha kifogy, hogy oké, lefestette, utána elviszem cserélni, utána egy másikat kapok, tehát nem lett volna jó ötlet. Másrészt igen, nagy hasznát veszük ennek a szódásballonnak lent a barlang feltárásánál, ugye, hogyha jönnek hozzánk vendégek, akkor itt nem lesz nálunk pohár, stb. Jó hűvös szóda, berakom az alját a patakba. Most is kintről hoztam be, és kint van 8-10 fok, nem tudom, és így hirtelen nem néztem meg, de itt bent nagyon jó idő van, és nagyon hűs a szóda, nagyon finom szóda. Na, levegedj már fel te! Nincs ennyi idő. De ezt az emberek ezért szeretik a gyors kaját. Hogy kell ellenőrizni, hogy forró-e vagy sem? Beleteszünk egy darab hagymát. Nem forró. Na. Szerintem később. Most jött el a pillanat. Na. Most már azért kellőképpen felhevült. Szóval apróra vágott vöröshagyma, fokhagyma, de mondom, ez eddig még semmi szélsőséget nem feltételez, hogy itt valami törvényen kívüli dolog fog készülni. Mit akartam mondani? Medvehagyma, ja. Két napja csináltam ilyen medvehagymás, hát nem tudom mit, de nagyon-nagyon finom lett. Most már sajnos elfogyott a medvehagymánk. Szomszédnénitől kaptam ajándékba. De elárult, hogy hol lehet szedni. Én most más szedtem, ennyi. Na, adunk neki salzot. Salz. Ez bőven kell neki, mert olyan dolgok következnek, amik rengeteg levet fognak engedni. Úgyhogy inkább az elején sózom meg, és a végén utána hígítok, de nem szoktam elsózni szerencsére. Már nagyjából
irányzom. Ó, elfelejtettem ezt a művészies sózást, hogy így... Na, hagyj párolódjon. Ablakot nyitunk, mert most már itt úgy annyira nem lehet főzni, mint régen. Sokkal erőteljesebben főz a gáz tűzhely, és elég sok pára képződik, de erre már ti nem vagytok kíváncsiak, majd tovább. Azt mondja, hogy az lenne a tisztelet teljes kérdésem irányotókban, és akinek szakács végzettsége van, avagy nem csak olyan hobbi ételkészítő, mint én magam, az most nagyon gyorsan forduljon el, és fogja be a fülét. Jó? Tehát a következő fázis szerintetek, mert szerintem ez darált hús, csak nálunk itt a diszkontban ilyen előre elkészített módon lehet kapni, de darált hús csak fagyasztott állapotban, illetve gomba, nagyon apróra vágott gomba, hogy ti most melyiket tennétek bele először, mert ugyanis a gomba sok levet ereszt, de még lesz két csodálatos összetevő, amiről még nem tudhattok. De meglátásom szerint, mivel ennek zsírtartalma van, ennek a zsírtartalmának és a víztartalmának is ki kell engednie magát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a darált hús megy bele ilyen rögtön, a hagyma az már megpirult. Nem is kicsit. Oda nem éget, de azért jó fogyunk benne. Meg ezzel is igyekezni kell, hogy addig levegye a tartalékra, ugye? Igen. Már ki van olvadva, több mint egy órája itt van a szabad levegő. Úgyhogy mondom, meglátásom szerint a hagyma után, így a lesózott hagyma után rögtön ennek kell jönnie, és erre fog jönni a gomba, de még utána lesz ez meredekebb történet is. Úgyhogy aki recept alapján szokott főzni, az sokat ne várjon tőlem. Ugyanis én zöld erdőben jártam előtte. És ezt most komolyan mondom. És erdei hozzávalókat hoztam. Na, addig, amíg kulimászolom, meg lepirítom a húst, addig várakozzatok egy kicsikét. Basszus, mert az elején elfelejtettem elmondani a legfontosabb információt. Érdekesen a majális az nálam majáliskor lesz. Tehát ennyit érdemes tudni, mert most például néztem a pusztaberkiek hétvégén tartják a majális, tehát nem május 1-én, tehát nyilván ők úgy lesznek. Meg egy csomó ember nyilván úgy lesz, mivel hogy május 1-e a szerdára esik, akkor ugye van, aki úgy igazítja a majálist, hogy utána szerda a csütörtökön, pénteken még dolgoznak, vagy akárhol vannak, és akkor majd szombat-vasárnapra ütemezik a majális, de nálunk nem, nálunk szerdán lesz. Tehát május 1-én szerdán lesz a majális, illetve azt már tudom, hogy kieresztette a vizet is, és le is sült, ezért rávetünk egy pillantást, a gyönyörű. Az illata is szuper. És még mindig nem meredek dolgok jönnek. Azt mondja, hogy megajándékozzuk az apróra vágott gombával. A gombáról ugye köztudott, hogy nagyon sok levet fog ereszteni, összeesik. És hát ez tulajdonképpen meg is adja majd a szaftját. Annak a kajának, ami itt most készül, még én sem tudom, hogy mi lesz a neve, általában nem tudom, hogy mit készítek, de mindig nagyon finom. Ez az, ami 100%, hogy mindig nagyon finom. Jaj, a feleségemnek meg nem mondjátok, hogy mit csinálok most. Ő elvileg nem nézi vissza ezt a filmet, mert túl hosszú lesz, annyi ideje nincsen. De majd mindjárt fogjátok érteni, hogy miért kérek ilyet, hogy nem szóljatok neki. Az a lényeg, hogy amikor hazajön, eszik, és akkor azt mondja, hogy hú, hát ez nagyon finom volt. És akkor tudod, elő mindig este az ágyba szokott tenni, mert mikor megy el itt honról? Dél előtte, 12 óra előtte kicsivel.
ugye mert hogy a zenetanár, és a zeneiskola az délutáni, és hát általában 7:30-kor érkezik meg. És 7:30-ra, akkor már el van fáradva, bezuhan az ágyba, és akkor egy pohár bor, vagy kettő, és akkor olyankor szokott vacsorázni az ágyban, még olyankor szoktuk megbeszélni a napot, de én ezeket nem merem neki elárulni, hogy hogy készült el a kaja. Annak a hozzávalónak, amit majd beleteszek, annak egy részét tudja, hogy föl fogom használni, de abban ő beleegyezett, meg szereti is. Meg ő kérte már külön régóta, hogy kerítsek már, csak időm sem volt nagyon rá, mert utána kell menni az erdőbe. Mert útszélen nem lehet szedni. Na mindjárt, jó? Egy a lényeg, a maján is az nálunk szerdán van, május 1-én hangulatos programokkal, olcsó babgulyással, tombolával, és akkor mellette jöhettek hozzánk is a Bánki Barlang feltárásához, nyílt napra bárki lelátogathat, csak hozzon magával olyan játszós ruhát, amit a film elején láthatok rajtam, jó? Amit össze tudtok koszolni bátran, bakancs, meg ilyen erős cipő. Lefeje? No, ne! Hova? Hát Szójováó Mácká! Sajnos már alig van belőle, kedvencem. Szlovákiába szoktuk venni. Az íz az... Valami nagyon nem kellemes íze van. És én nem is szoktam ezt sajnálni belőle. De még egyszer. Na, hagyjuk a gombát magára, ismerkedjen meg a hússal, vegye át az ihozat, hol tettem tetejét? Ugye, hogy lakhatás közben megismerkednek egymással. Jó helyen vagytok így. És akkor a következő lépés, az már egy kicsit felháborító lesz. Jaj, már addig vágjátok, ugye? Megint egy apróság, elfelejtettem mondani. Tegnap valaki, aki ugye szokta nézni a Facebook azt oldalamat, látható, hogy ki volt rakva, hogy 9:30-10 környékén lesz velem egy rádió riport a balassagyarmati Megafon rádióban. Ez meg is történt, ez a riport. Igen, ám csak már a riport elején, mert ugye arról volt, hogy előzőnek mondták, hogy majd fölhívnak előtte egy 10 perccel, hogy készüljek fel. Én olyan szinten felkészítettem, hogy oda tettem a laptopom elé a kamerát, és mondom, hogy ha felhívnak, akkor a kamerát bekapcsolom, aztán elmegyek arrébb, és akkor vissza tudjátok hallgatni. Na most ezzel szemben az történt, hogy fölhívtak telefonon, és mondták, hogy maradjak vonalban, rögzített adás lesz, és most hétfőn, az 5-e? Május 5-e környéke? Nem tudom pontosan mikor. Mindegy, várjál. Következő hétfőn, ez nem május 5, de hogy is? Még április van bőven. Következő hétfőn, nem most, de... az meg... Na, most hétvége van, utána való hétfőn. 9:30-10 környékén nyomják le, Megafon, balassagyarmati Megafon rádióban. Ez egyik a másik. Egy érdekesség, hogy jöttem fel a trakival, hozom fel a fát, és hát egy fehér autós, nem emlékszem, hogy Audi, vagy BMW, de ilyen hamburger autó, tudod, ez a mindegyik egy kaptafára készül, és mármint dizájnra. És hát a fiszkó így megáll mellettem, és tehát mondja, hogy hát én nem is tudom mikor, egy éve itt vásárolta a nyaralót az alapján, hogy így nézte a filmeket, és hogy megtetszett neki a hely, és azt mondja, amikor kint van, akkor már alig várja, hogy így a kertből behallatszódjon hozzá, vagy mit tudom, itt tőlünk, mert ugye nincs messze, hogy tessék! Na hát te valami ilyesmire számított, hogy majd, mit tudom, bogarászik ott a kertbe, azt egyszer csak meghallja, de hát ezzel az a gond, hogy ugye én akkor szoktam itt üvöltözni, amikor nincs kint senki, hétvégén, nem szoktam üvöltözni, mert akkor, hát most még nincs kint senki hétvégenként, de amikor szezon van, akkor én nem szoktam itt kiabálni. Na, és akkor megkérném
érzékeny lelkű nézőimet, hogy forduljanak félre, mert a gomba összeesett, bőséges levet eresztett, és jön a titkos hozzávaló, ami után egy másik titkos hozzávaló fog érkezni. Úgysem fogjátok kitalálni, hogy mi van ebben. Kérlek szépen, ma szedtem frissen tyúkhúr! Gyorsan olvassál utána, hogyha a tyúkhúrból csinálsz nyersen salátát, milyen ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz jutsz hozzá. Magyarország egyik leggazdagabb növénye ásványi anyag és vitamin szempontjából. Nagyon-nagyon megmostam, kiválogattam, ugye jöttek vele azért fűszálat is, de átválogattam szépen, átmostam, és apróra összevágtam, ez szépen össze fog esni, és mivel ez nem egy túlságosan fűszeres növény, hanem inkább semleges, de ad egy olyan háttér, minek szokták ezt nevezni a nagyon szakácsok, egy állagot fog képezni, amit mindjárt kiegészítek valami mással is, de addig még, amíg ez összeesik és megmosolyogtatja a gombát és a benne lévő husikát, hogy hogy került ez ide, meg mind került ez ide, addig... jó, hát az paradicsom levelet, azt nem tudom, paradicsom levél, van itt paradicsom szósz, ugye az kerül majd rá. Mustárt szeretnék hozzáadni, de még nem most. Nem most. Megvárjuk, amíg ez is összeesik. Meg addig elmondom, hogy hát ezt is majd átválogatom, meg átmosom. És mire hazaér, hogy anya erről tud, hogy ebből készül. Hát ugye a fokhagyma itt már elő van készítve benne. Apró vágott fokhagyma. Egy fej vöröshagymát szintén nagyon apróra föl fogok vágni. Ezt meg ugye szintén átmosom. Kiválogatom a fűszálakat belőle. Egyébként nagyon apróra összevágom, besózom, összeforgatom, és hát talán egy kis szója omáckát, szójóvá omáckával még meghintem a boldogság kedvéért. Mondjuk. Na, most jön az a rész, hogy... De egész jó összeállt. Előtte mutatnunk kell valamit. Menjem, ahol tanít az iskolába. Gyerekek kapnak ingyen almát. De basznak rá. Ott hagyják a padba, padtetején, meg fociznak vele. Nejem, meg össze szokta szedni a padokról. Hazahozza. És aztán... Hát valahogy felhasználjuk. Süteményben. Nyersen. Mert szeretem. Vagy most. Ezt már aztán tényleg meg nem mondjátok a nejemnek, mert én már főztem tavaly csirkepörköltöt, meg sertéspörköltet körtével. Nagyon, mert az tudod, olyan kásás. És az így el tud tűnni egy sertéspörköltben, ahogy egy alma is itt van. Ez reszelt, tessék, itt van, reszelő. Egy egész almát lereszeltem, ezt én eszem egyébként, nem egy felet reszeltem le, egy egészet, és itt van a maradék, ez pedig a nyusziré. Ugye meglátogatjuk a nyuszit is. Vele, nehogy már kimaradjon a jóból, de az alma, az igenis ad egy édeskés ízt, egyben savas ízt, és a paradicsommal együtt, ha felöntöm, akkor ugye az alma is olyasmi, mint a körte, hogy szétesik, nem tud egyben maradni, és egy ilyen kásás állagot, ilyen masszát fog biztosítani az étel, de mondom, se a tyúkhúrt, se az almát meg nem mondjátok, hogy nejjel meg, hogy belekerült, jó? Úgyhogy most kapja meg a paradicsomlevet, és ezzel össze is fogom végleg főzni. Major Anna most nincs itthon, mert mikor ilyesmi ételt szoktam készíteni, akkor egy csöpnyi Major Annával mindig meg szoktam bolondítani. Bár nálunk minden kaja bolond, ha én készítem. Eléggé. És most jön, azt mondja, hogy a mustártól egy picit savanyúbb lesz, és
mivel csípős mustár, kap egy csöpnyi csípős íz. Csípős íz, bocsánat. Kettő, elég ennyi? Nem. Három. Ez nagyon finom mustár. Összezutyú-zutyú. Egyébként nem értem az általános iskolában a gyerekeket, tanárokat, szülőket, hogy hogy tűrik ezt el. Mert ezt mindenki eltűri, hogy megkapják a gyerekek az ingyen almát, és hol köt ki? Elvileg a szemétbe, máshol, gondolom én. Vagy remélem mindenhol van egy épeszű takarítónő, aki összeszedi és hazaviszi. De hogy a pedagógusok nem tudnak hatni a gyerekekre? Hogy ilyet nem csinálunk? Nem focizunk almával, étellel, stb. Na jó. Mondom én, össze zutyú-zutyú. Hagy főjön össze. Mit akartam én még ebből hozzátenni? Minden hozzáadtam? Minden elfogyott? Igen. Már a salátát kell csak megcsinálnom, mert ehhez, megmondom, mit fogok főzni. De mi a vagyok? Azt sem tudom, mi hol van. Spagetti tészta, én nem tudom, hogy honnan veszi a nejem ezt az utóbbit, de ez mindig jóval több. Na mindegy, a múltkor csak a negyedét kellett. De tudom már, mi van. Azt, hogy levette, nincs itthon. Ez az egyik, tehát kevesebbet eszünk. Levente most Ausztriából jön éppen haza. Elvileg ma este már itthon lesz. De hát ma este éjszaka alvás lesz neki. Holnap meg én, ugye meg vasárnap is a bányában dolgozok lent. Úgyhogy nem tudom, milyen film várható, hogy nemzetközi Levente lesz-e, vagy családi összeomlás lesz-e, de a hétvégémet azt mindig elviszi a barlang kutatás, úgyhogy olyankor maximum ott fogok tudni filmet készíteni Istvánnal, de az meg most volt, tegnap, előtt, valamikor. Ugye amikor kint volt a tévé, Ipoly tévé. Oké, ezt engedjük el. És adjunk a nyuszinak friss vizet, meg valami ételféleséget, mert ki van engedve? Ki van engedve, mert kora reggel, kora hajnalba kiengedtem. Na. Lehet látni, hogy mennyi ilyen gyermeklánc fűvirág, az a sárga, meg százszor szép van az udvarunkban. Rengeteg elszaporodott. Tavaly nem volt ilyen sok, itt is. Csak most nagyon vizes a fű, nem akarom kiengedni a nyulat, viszont van csalán, már nő, ebből az szokott készülni, én is simán becsapkodom vele a hátamat, úgy ahogy van, vagy a keze, vagy bárhol, ahol fáj éppen, illetve salátát is szoktam készíteni, meg teát, ugyanis szelén tartalmaz, a szelén meg nagyon-nagyon fontos a sejt megújításhoz, azért is, ugye nyuszi? Jól mondom én neked? Gyere, hát vendégül látlak tégedet. Jaj, Kálmán Attila, légy szíves! Ha jöttök holnap vagy vasárnap, hozzátok a hölgyeményt a bakomnak, jó? Ha nem felejtitek el. Majd a kis Attila kiválasztja, aztán elbizniszeljük. Gyere, parancsol, gyere, vendégül látlak, gyere! Muszmuszka. Be vagy zabálva, mi? Nagy disznó. Az annyit eszik, mint egy disznó. Na, semmi? Vagy csak félsz? Na jó, van, itt hagyom neked a tányért. Jó, ide félreteszem. Úgyhogy itt van még egy darab kalma, azt se etted meg. Igen? Nincsen kutyánk, úgyhogy te vagy az, aki csimeg, fogd meg. Fogd meg, csibész. Csibész kell. Fogd meg, hozd vissza. Csimeg. Csak érdeklődsz a kaja után, tessék, tessék. Ja, ne elfelejtettem volna a gyermekláncfűnek a virágát, azt én meg szoktam enni úgy, ahogy van. Ja, de nuti, 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 nutter. Na jó van, itt hagyom, aztán nem érek rá, megyek be. Tessék, majd kijövök a tányérért. Fogadjunk, hogy
föl fogod borítani az egészet, itt fogsz rendetlenkedni. Ah, majd lesz gyógynövény túrafilm, mert most még nincs minden, de ha a parlagfű már jön kifele, akkor bemutatom a fiatal parlagfűnek a felhasználását. Mit csinál a nyuti? Csibd meg! Csibész! Fogd meg! Na itt is egy érdekesség, tavalyról megmaradt a nagy citromfű bokor. Hát, ha valaki ismeri a citromfüvet, annak nem kell bemutatni, hogy ha összedörzsölöd a levelét, akkor nagyon-nagyon finom citromillatot áraszt. Egyébként borzasztóan szeretem. Nyersen is úgy, ahogy van, megeszem, csak hagyom, hogy nőjön föl. Mert már most elkezdem leszakítani a leveleket róla, akkor nem sokat érek el vele, de mit akarok még mutatni? Azt mondja. Na itt van, hát ennek csak így csíd meg a virágát. Így megfogod, azt megeszed. A május a verse. Verse? Epe. Örülni fog neki. Mi van még itt nekünk? Tele van a növényünk. Növényünk. Kertel. Kertünk. Ragadós galaj. Vagy nem? Hát annak kell lennie.